hazánk egyik legnagyobb horgászcentruma. Alig egy órás autóútnyira fekszik a nyugati határtól. A horgászatot kedvelő turista mindent megkaphat itt, kényelmes szállodát, szíves vendéglátást, jó tanácsot. A vizek városának horgászai örömmel kalauzolják a külföldi vendéget. Sziget köz csodálatos vízi világa a várostól mindössze 20 kilométerre Ásványrárónál kezdődik. Sziget köznek hívják ezt a tájat jogosan, hiszen mintegy 300 kisebb-nagyobb sziget szakítja meg és osztja gyors sodrú ágakra a Duna folyását. Igazi horgász paradicsom ez a vidék. Bejárni szépségeit, megismerni felér egy izgalmas expedícióval. Nélkülözhetetlen itt a motorcsónak, és az első kirándulásokon természetesen szükség van szakavatott vezetőre is, hiszen a folyó ágak, szigetek, kőzárások, zuhogók tömkelegében nem könnyű eligazodni. Táj regényes szépsége megragadja a természet kedvelő embert. Hát még a horgászt. S mindehhez hal bőség párosul, és az úgók örvénylő vizében, a bedőlt fák ágai között falánk rablóhalak, csukák, süllők, balinok lesnek zsákmányukra. Különösen nyár végén és ősszel van itt jó kapás, amikor megállapodik egy kissé a víz. Ahogy előre halad az idő, úgy nő a rablóhalak étvágya. Szép eredményt hoz a pergetés, a horgász sikerrel próbálhatja ki villantó gyűjteményét. Kapása lesz bőven. Persze egy-egy villantója is fennakad majd a víz alatti tuskókon, a koronákon. Az eredmény azonban mindenképp megéri az áldozatot, a fáradtságot, mert igazi kikapcsolódást ad. A lombját vetkező, ezerszínű erdő, a felfedező úttal is felérő vizenjárás csodálatos élménye. Horgász szüntelenül új és új vízszakaszokat kereshet fel. Próbára teheti ügyességét a csendes forgókban, az álló mélyvizekben, a kőzárásokon átbukó vízörvényeiben. Csukán, süllőn kívül zsákmányul ejtheti a fenék gödreiben leskelődő harcsát, az óvatos pontyot,
a gyors folyású, mély szakaszokon tanyázó, villámgyors márnát, és mindenkor nagy bőségben a keszekféléket. Ha Budapestről a Balatoni útra térünk, alig 50 kilométerre olyan horgászvizet találunk, amely merőben különbözik a szigetközi tájtól, de szépségében mégis versenyre kelhet vele. A parton üdülőtelepek, strandok, a vizen vitorlások, horgászcsónakok, hamisítatlan nádi világ fogadja a horgászt. A 10 kilométer hosszú, 3 kilométer széles tó egyharmadát nád borítja. A nád utcák és terek változatos világában zavartalanul élvezheti a horgász az érintetlen természet csendjét, békességét. De a családi kirándulás is kellemes, hiszen alig 10 percnyi evezés után alkalmas nádi tisztáson vethetjük be a horgot. A gyermekek kiélvezhetik az apró halfogás, a keszegezés minden örömét. Víz főhala a ponty, de bőven van a tóban süllő, csuka, sőt ángolna is. Ez a házaspár pontyra horgászik, és nem is eredménytelenül. Kempingben valóságos lakoma készül a tó könnyen szedhető ízes terméséből. A parton kényelmes kempingek állnak a turisták rendelkezésére. Kellemes horgászkirándulás után senki sem étvágytalan. Íme a bizonyíték. Ha a turista nem áll meg a Velencei tónál,